Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikai-politikusi interjú műsora, amelyben megszakítás nélkül, reklámok nélkül, bejátszások nélkül 60 percen keresztül élőben kérdezem meg kihívott vendégemet. Egy régóta várt vendég érkezett ma este a stúdiónkban, Demeter Szilárd, a Betőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, számos állam, illetve kormányzati program volt, illetve jelenlegi vezetője a mostani vendégem. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok mostani vendégemhez, Demeter Szilárdhoz. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Szervusz, Márton, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. No, hát nem lehet azzal vádolni, hogy ne vállalnád a gondolatait, kifejtését a nyilvánosságban, még kevésbé nem lehet azzal vádolni, ne vállalnád az esetben akár a konfrontációt is, vélt vagy valós lobby csoportokkal szemben. Egy kifejezetten szerintem nagyon magyarázó jellegű mondatodat választottam ki elsőként, amit szeretnék majd ideidézni, de szerinted mi lehet ez a mondat, amit kiválasztottam, ami szerintem igazán pregnánsan jellemzi a karakteredet? Fogalmam sincs, mert hogy egy jó íróhoz méltóan a már leírt, elhangzott szavaimat elengedem, tehát hogy éljük a saját életüket. Jó, akkor idézem én. A nyári fesztiválokon reményeink szerint már találkozhatunk a reformkori DJ szettekkel. Ezt a Petőfi bicentenárium kapcsán nyilatkoztad a Népszavának. Rengeteg kérdésem van hozzád kapcsolódóan. Először is, hogy kell elképzelni ezeket a reformkori DJ szetteket? Irodalomtörténészek karaktereket rajzoltak meg a reformkor hőseiből, tehát nem csak Petőfiről beszélünk a bicentenáriumban, hanem Petőfi kortársairól is. Tehát, hogy megrajzolták ezeket a karaktereket, a fejlődési éveket, hogy körülbelül mit gondoltak a világról, és ezeket a karaktereket adjuk oda DJ-knek, hogy a karakterhez passzoló zenei mixet összeállítsák. De elismered azt, hogy egyetértesz azzal, hogy ez egy magyarázó erejű mondat veled kapcsolatosan? Tehát, hogy van benne egy típusú provokáció, van benne egy típusú hagyományőrzés, van benne egy típusú valamilyen fajta konfrontálódás azokkal a hagyományokkal, amelyeknek az ápolására adott esetben a felkérésed szólt. Egyetértesz ezzel a jellemzéssel? Egyetértek annyi megszorítással, hogy ez nem rólam szól, hanem a magyar muzeológusi gondolkodás volt. Tehát mi hajlamosak vagyunk a múzeum, tehát mielőtt még főigazgatója lettem volna a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, hajlamos voltam úgy gondolni a múzeumra, mint ami a múltnak valami fajta őrzője. Aztán a főigazgatói munkám során kiderült, hogy jóval több ennél, tehát azon kívül, hogy ezt az örökséget mi ápoljuk és feldolgozunk, egyfajta tudásközpontok, tehát amelyek átadják, lehetőleg élményszerűen átadják azt a hiteles információt, amire egy-egy muzeológus mondjuk az életét tette fel. És ezzel szemben neked mi a megközelítésmódod? Tehát miért konfrontálod azzal, amit most az előbb elmondtál? Ezért nem érzem ezt konfrontatívnak. Tehát, hogy az, hogy most ezt társítani társművészettel, vagy a popkultúrába behúzni azt, amit mi magas kulturális tartalomnak gondolunk, az lehet, hogy a bizonyos ízlésvilágú csoportoknak nem tetszik, de én úgy gondolom, hogy ez a járható út. Magadat hogyan határozod meg, mert hogy van egyfajta szerephalmozásod, ugye intézeti igazgatónak tartod magadat, kultúrharcosnak, tabudöntögető, fenegyereknek? Tehát igazából mi lenne az a titulus, amit magad mellé odaírnál? Intellektuális szakmunkás. Intellektuális szakmunkás? Igen. Miben merül ki a te szakmunkád? Megpróbálok megoldani problémákat, tehát hogy én a... Ja, Mr. Wolf jelleggel a ponyveregényből? Hát nem én mondtam, de igen, azt is, tehát nyilván valamikor hullát kell eltakarítani, akkor a... szoktak szólni nekem, tehát hogy ki akkor... Ki szólna neked hullatgyakorlítás szempontjából, Szilárd? Hát, hogy amikor a kulturális kormányzat úgy látja, hogy bizonyos problémát meg kell oldani, és erősebb kéz kell hozzá, erősebb akarat kell hozzá, nem is erősebb kéz, hanem erősebb akarat, unortodoxnak nevezhető vízió, akkor általában megtalálnak feladatokkal. Tehát, hogy azért ezt elmondtam több interjú alkalmában, hogy nekem minden nyári szabadságom alatt az egyetlen egy félszem az, hogy megcsörren a telefonom. Mert eddig minden nyáron, amikor elmentem szabadságra, megcsörrent a telefonom, és egy újabb feladat érkezett. Kulturális, most bocsáss, hogy te fogalmaztál, így nem akarnék elmenni feltétlenül ebbe a bulvár irányba, de hogy azt mondod, hogy te ilyen kulturális hullaeltakarító vagy, tehát azokat a konfliktusokat viszed el, amit senki más a kormányzati struktúrában a kultúra és a művészet területén nem hajlandó fölvállalni? Hát azt nem tudom, hogy mennyire hajlandóak felvállalni, vagy mennyire nem. Valahogy megtalálnak azok a feladatok, amelyekért nincs nagy tülekedés a kultúra vezető különböző szintű között. Mert ez macerás, konfliktusokkal jár, be kell vállalni, szembe kell fordulnod olykor a saját értékközösségeddel, vagy érdekközösségeddel is, tehát hogy terheltek a viszonyok, tehát a magyar elit
tagjai között a viszonyok azok nagyon terheltek. Én még nem találkoztam olyan magyar elithez tartozó személlyel, aki ne lett volna megsértődve Barakire 5-10-15-20 ezer év táblatából, teljesen mindegy. Ráadásul ugye egzisztenciálisan be vannak ágyazva ezekbe a különböző csoportokba. Én meg hát egyrészt messziről jött ember vagyok, másrészt én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudnak megkarcolni se ezek a típusú érdekkonfliktusok, hiszen... Hatalmi politikai szempontból, vagy érzelmileg? Semmilyen szempontból, még egzisztenciálisan sem. Melyik volt a legpiszkosabb munkád? Hát mondjuk az országos Széchenyi könyvtár rendbetétele, az nem volt egy lányálom, annak ellenére, hogy kevés ment ki a sajtóban, ami meg kiment, az meg ilyen kicsit ilyen posztfaktum, tehát egy kicsit ilyen utósírás, de azzal rengeteg probléma volt, tehát hogy ott rengeteget kínlódtunk, hogy jelen 21 végén azt mondjuk, hogy plusz nullánál tartunk nagyjából. És ez jelenleg kimondható? Igen, igen. Mi lesz most a Széchenyi könyvtárral? Hát a következő 5 évben biztos, hogy marad a helyén, mert hogy egyrészt nem épült fel még az új épülete, és ott most egy nagyon jó képességű, fiatal, ambiciózus, könyvtáros szakember a főigazgató Rózsa Dávid, akinek egész jó tervei vannak, tehát hogyha a forrásokat mögé tudjuk majd rakni, vagy mögé tudja rakni a kormányzat, akkor az országos Széchenyi könyvtár picit kinyílik, tehát kutató könyvtárból a közönségbarátabb könyvtárrá válik, illetve hát most tervezzük, ez is csak tervezés alatt van, egyfajta ilyen kihelyezett tagozatát a belvárosba kihelyezni, ahol a Magyarország egyik legnagyobb interaktív könyvtörténeti kiállításától a különböző közönséget befogadni képes rendezvénytéren át a különböző közösségi térfunkciót ellátó multifunkcionális központot szeretnénk létrehozni. Meglepi, azt gondolod, hogy ez egy pluszos történet, miközben egyrészt nem történt meg a költöztetése a gyűjteménynek, másrészt viszont lehetett hallani a különböző történeteket arról, hogy a gyűjteménynek a katalogizálása nélkül hogyan zajlik gyakorlatilag a különböző tároló eszközökbe történő beemelése, és hogy ez súlyos adott esetben állománysérüléssel is jár. Ezzel együtt is azt gondolod, hogy ez egy pluszos történet? Hát 23-ban átadjuk a Pilis Csabai archivális raktárt, ez óriási nagy épület, ahova a törzsállományi részét ki tudjuk vinni a nemzeti könyv vagyonnak, tehát biztonságba helyezzük azokat a példányokat, amelyeknek a megőrzés az létszükséglet. Oké, akkor csak itt tisztázok kérdés. Ki tud azt jelenteni, hogy súlyos állománysérülés nem történt ez alatt a folyamat alatt? Amióta mi átvettük, tehát hogy 19 óta biztosan nem történt ilyen. Jó. Mi a célod a következő 5-10 évre? Tehát hogyan látod a saját magad szerepfelfogását? Mi az, amit mondjuk 10 év múlva vinni szeretnél? Milyen típusú feladatokat tartnál szükségesnek a magad portfóliójában tudni? Tehát mi a karrierképed? Ez azért nehéz kérdés, mert az, amit én most csinálok, az összes személyi ambíciómmal szembe megy. Tehát, hogy én ezt nem vágytam, ezt a feladatot, vagy nem ragaszkodtam az, hogy főigazgató legyek. Tehát ha 2018 nyarán valaki azt mondja nekem, hogy én 2018 decemberében bemegyek a PIN-be, mint megbízott főigazgató, akkor valószínűleg kirögtem volna. Tehát, hogy nekem nem ez a személyes ambícióm, amit most csinálok. Ettől még feladat is nyilván valami tehetségemhez és erőmhez mértan legjobban próbálom csinálni. Most jelen pillanatban két nagyobb sapkám van, egyrészt a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményrendszerét kell átvezetnem most a Petőfi bicentenárium évébe, tehát fel kell készülnünk a névadó költőnk 200. születésnapjára. Másfelől pedig van a Magyar Kultúráért Alapítvány, ami államháztartáson kívüli közvagyonkezelő alapítványként elég sok szeletet befogadott a kortárs magyar kultúra menedzsmentjéből és koordinációjából, tehát ezt is szeretném hatékony szervezetté formálni. Harmadrészt pedig a MOL Új Európa Alapítvány kuratóriumi tagja vagyok, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy valószínűleg június környékén, június közepéig el egy rettenetes sok pénz fölött diszponáló vagyonkezelő alapítvány kurátori tisztséget, tehát hogy magyarán sok-sok pénz lesz, ami fölött én is döntök, és ott helyes döntéseket kell hozni. Tehát nagyjából ez az, ami most adott az én számomra, és hát szeretném mindezeket a feladatokat tisztességesen is jól ellátni, tehát szerintem ennél több cél nem lehet egy közpénzzel bánó félpolitikusnak, mondjuk így. Ja, korábban, amikor erről kérdeztek téged, akkor úgy fogalmaztál, nagyon sokféle definícióval éltél, hogy a veszélyben lévő magyar kultúrát akarod megmenteni, a horizontális építkezés igényével is fölléptél már egyszer, és a 24-nek pedig februárban úgy fogalmaztál, hogy a teljes Kárpát-medencei magyar kulturális tér megszervezése lenne igazából a feladat. Ez mit jelent pontosan? Mit kell érteni ez alatt?
történelmi tényeket. Tehát, hogy a magyar kultúra az nem áll meg Magyarország határainál. Tehát van egy 1000 éves múltunk, amiből 100 éve vagyunk szétszakítatva különböző országokba, Kárpát-medencébe, illetve a diaszporát is számoljuk nyugodt lélekkel ide. Tehát, hogy a magyar kultúra az nem ismeri azokat a kartográfiai realitásokat, amelyekben mi egyébként élünk, és amelyek a magyar adófizetők jelentős részében mentális határokat is jelentenek. Tehát, hogy be vagyunk még picit zárva fejben ebbe a leginávabb barak metaforába. És én úgy gondolom, hogy ennek a természetességét kellene tudni valahogy előállítani, tehát hogy természetes legyen számunkra az, hogy a Magyarország jelenlegi kartográfiai határain túl is van magyar múlt, magyar jelen, és azért dolgozunk, hogy legyen magyar jövő. Tehát, hogy... És ha mondjuk a román állam, a román kormány azt mondja erre, hogy ne arrogjon Demeter úr, de ez gyakorlatilag revizionista törekvés soft power eszközökkel, akkor arra mit mondanál? 37 évig mondta nekem román állampolgárként ugyanezt. Az a román állam, aki egyébként az én román adófizetői minőségemet másodlagos állampolgári minőségét tudta átkonvertálni, tehát hogy azt a jogfosztottságot, amit ma számon tudunk kérni mondjuk Ukrajna esetében, azt én átéltem, tehát nekem egzisztenciális tapasztalatom az, amikor nem tudok anyanyelven megszólalni különböző hivatalokban, ne adj Isten kórházban nem tudom anyanyelven elmondani azt, hogy mi a problémám, már pedig a román nyelvi kompetencia, bármilyen idegen nyelvi kompetencia egyik legnehezebb foka az, amikor bemész egy orvoshoz és megpróbáld elmondani, mi a bajod, illetve megpróbáld megérteni, hogy mi a diagnózis, tehát az felső fok fölé, majd anyanyelvi szinten kell tudnod azt az adott nyelvet, tehát hogy én ezt átéltem, és a román állam ilyen szempontból nekem egyrészt saját egzisztenciás történelem okán sem mondhat ilyent, másrészt pedig azért mégiscsak egy történelmi realitás az, hogy 1000 éven keresztül a Kárpát-kanyaron inneni részt, a történelmi Erdélyt, Bánságot és Partiumot azért, hogy mondjam, Budapestről formáltuk, tehát elég nagy behatással bírt a magyar kultúra, és az elmúlt 100 évben, amióta Bukarestből formálják, azóta olyan sokat azért nem tettek hozzá az ottani életminőséghez. Másként kérdezem, ezt a szomszédos államok kormányaival együttműködésben kell megvalósítani, vagy amit ők végeznek, amellé kell hozzáépíteni ezeket a kapacitásokat, amelyeket te szükségesnek tartasz ennek az erőtérnek, vagy ennek a kulturális térnek a megerősítéséhez? Ellenükre nem nagyon lehet ezt megvalósítani, viszont az Európai Unión belül is van egy ilyen irányelv, hogy a kulturális támogatások azok határon átnyúló módon megvalósulhatnak, tehát egy anyaország a más országokban élő nemzet részeit támogathatja gyakorlatilag feltételek nélkül. A román állam én szerintem ebből csak profitál, hogyha Magyarország aktívabban lép fel mondjuk a kultúrpolitikába. Gondoljunk csak a Sapienci Erdély Magyar Tudományi Egyetem létrehozására az ezredfordulón, az most már ugye 22 éve létezik Sapienci Erdély Magyar Tudományi Egyetem. Egyrészt levesz tanítatási költségekből, hiszen magyar adófizető pénzből tanítatnak olyan szakembereket, akiknek jelentős része egyébként Romániában lesz jó szakember, tehát a romániai munkaerőpiacon helyezkedik el. Másrészt rettenetesen sok adót fizetünk be a Sapienci Egyetemen keresztül, tehát a román állam ebből csak nyerni tud. Ezt egyébként be is szokták látni, tehát amikor éppen nem akarják elfedni a bukaresti politikai tehetetlenséget a magyar kártyával, akkor béke van és boldogság, tehát hogy akkor tudunk együttműködni. Ami a fontosabb, és erre szerintem eddig kevesebb figyelmet fordítottunk, hogy nem a román államot kell meggyőzni arról, hogy nekünk kulturálisan együtt kell működnünk, hanem a román, szlovák, szerb, ukrán, horvát többségi társadalmat. Tehát van egy belső... Merésze vállalkozásnak hangzik. De hogy én szerintem ez most a következő rendszer logikailag legalábbis szükséges lépés, hiszen ha megnézzük, hogy mi történt 90 és 2022 között, gyakorlatilag a kultúrában is az történik, mint a politikában vagy a gazdaságban. Kialakult egyfajta vertikális függőség, tehát hatalmi központokhoz kezdtünk el becsatlakozni, és egymással, tehát közép- és kelet-európai országok egymással versenyeztek a vertikális, tehát a hatalmi központ elvárásai szerint. Mondok egy példát, Mircea Cărtărescu, zseniális román író, azután kezdtük el fordítani masszívabban magyarra, miután Frankfurtba ráütötték a kóserpecsét, tehát Frankfurtban felépítették, mint jókortárs írót, és akkor hirtelen a magyar könyvpiacit is elkezdte érdekelni. Az a Mircea Cărtărescu, akit egyébként Lövétei Lázár László erdélyi vagy székelyföldi költő már nem tudom évtizedek óta fordít folyamatosan. Tehát, hogy a magyar-magyar pár, mert pedig Lövétei Lázár László egy elég jó költő, nagy a híre is, meg, tehát hogy ismerik, el is ismerik, hogy az egyik legjelentősebb középgenerációs költőnk, és ő
az ő fordítói tevékenysége is kevés volt ahhoz, hogy radarra vagy radar fölé kerüljön. Tehát egyszer el kellett menni Frankfurtba a könyvásárba, ott hirtelen feltűnt, hogy ott van ez a kortárs román író, akit németek is szeretnek, tehát akkor mi is elkezdjük szeretni. Tehát ez egy egészségtelen állapot, hogy mindig ki kell rohangálni különböző ilyen nyugati, többé-kevésbé nyugati központokba, és ott fedezzük fel az egyébként azt az értéket, amivel együtt élünk. Tehát ott élünk, és a magyar nemzetnek ez az egyik versenyelőnye, hogy legalább 7 többségi vagy társ nemzetnek a kultúrájába anyanyelvi szinten tud becsatlakozni. Tehát Magyarország lehetne egy gyűjtőfelülete ezeknek a kultúráknak. Azért kérdeztem, hogy képzeled ezt a kulturális tér megszervezését, mert hogy a múlt héten volt nálunk Szabó László, a teátrumi társaságnak a titkára, aki most ezekben a napokban a kommentárban jelentetett meg egy több pontos javaslatot arra vonatkozóan, hogy szerinte mi kellene legyen az új kultúrpolitikának a prioritása, és hát mantraszerűen hozza vissza azt a központi mondatot, mi szerint az összes alkotásnak, intézménynek, a művészeti tér egészének azt kell sugározni magában, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Te mennyire azonosulsz ezzel a mondattal személy szerint? Most az a kérdés, hogy ebben mennyi az értékítéleti tartalom, tehát hogy azt mondjuk, hogy ha világ legjobb dolga magyarnak lenni, ez egy életérzés, akkor ezzel maximálisan egyetértek. Tehát szerintem is a világ egyik legjobb dolga magyarnak lenni, a magyar kultúrában élni. Én imádom az egyiket mondja, hogy azt mondja, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ha azt mondja, hogy értékesebb a magyar kultúra, mint a román kultúra, vagy a szerb kultúra, vagy a német, vagy a francia, akkor nem értek vele egyet. Tehát én ezt a típusú értékítélet különbséget, tehát hogy a milyen jobb, mint a másé, azért nem tartom jónak, mert ez kicsit nehezen megítélhető objektív mérőszámait nem nagyon látom. Azt tudom mondani, és ezt bármikor elmondom, és bármikor vállalom, hogy nekünk nem azért fontosabb a magyar kultúra, mint a román, szerb, német, francia, olasz, bármelyik másik, mert jobb, mint az, hanem azért, mert a miénk. Ez vagyunk mi. Ez tesz minket az önazonossá. Arról mit gondolsz arról a felvetéséről, mi szerint csak olyan kultúrás területek kapjanak támogatást, állami támogatást, amelyek ezt az üzenetet fölvállalják és magukban hordozzák? Most az a kérdés megint, hogy mire gondolt a költő, vagy mit akar mondani a költő, tehát hogyha Szabó Laci arra gondolt, hogy van egy magyar alaptörvény, aminek van egy preambuluma, amiben a magyar értékkészletet felsorolták a törvényhozók, és azt mondják, hogy ezek vagyunk mi, és ez a számunkra fontos. Ha ezt érti az alatt, hogy erre kell figyelni, azzal maximálisan egyetértek, nem is tehetnék mást, hiszen a törvények törvény, az az alaptörvény, az adja meg azt a jogszabályi keretet, amiben mi megszervezzük Magyarországot, mint köztársaságot. Bocsánat, hogy pontosan értsek, és nem akarok semmire beleszorítani, nyugodtan védd meg magad, csak szeretném érteni. Tehát azt mondod, hogy művészeti alkotásnak, az alaptörvény preambulumának a szelleméhez igazolva kell. Nem. Azt mondom, hogy közpénzt arra a művészeti alkotásra lehet adni, törvény szerint, jogszabály szerint, ami beleilleszthető az alaptörvénybe. Ami az alaptörvényen kívül esik, arra én szerintem közpénzt nem adhat egy olyan ember, aki mondjuk közalkalmazott, hiszen alaptörvény ellenesen nem cselekedhet. Ugye számos értékterített megállapítása is van az alaptörvénynek, leíró jelleggel mondom ezt most. Például mondjuk azt, hogy az apa a férfi, az anya nő, számos művészeti alkotás adott esetben ennél árnyaltabb, komplexebb, eltérő módon fogalmazza meg a saját családképét és így tovább, akkor a te megítélésed szerint ez nem minősülhet közpénz általi támogatott terméknek. Így van, ezzel egyetértek. Tehát, hogy az, hogy egyetértek azzal, hogy az anyanő, az apa férfi, tehát ezzel a kijelentéssel én értékvilágomban is egyetértek, ha ez tartalmaz az alaptörvény, akkor innentől kezdve ez az origó, tehát erre kell nekünk figyelnünk, mint közpénz fölött diszponálóknak. Tudom, hogy ez szembe megy azzal a bizonyos alkotói vagy alkotási szabadsággal, ami univerzalizál és eloldja az alkotást a valahol szabadságától és a bárhol szabadsága perspektívájából próbál. Én annélkül, hogy kortárs példával belemennénk, ha mondjuk például Homérosz költészetét szeretném megismertetni a fiatalabb korosztályokkal, amelyben a férfi szerelem igenis megjelenik. Például mondjuk annak az újrakiadását, akkor közpénzből ezek szerint nem volna szabad támogatni, annak ellenére, hogy része a nemzeti alapnak. Ez két különböző történet. Tehát ez a férfi szerelem és az, hogy az anyanő és a családmodell, vagy a hagyományos családfelfogás, két különböző történet. Tehát, hogy tehát a magyar gyermekvédelmi törvény sem megy odáig, hogy azt mondja, hogy tiltani kellene az azonos neműek szerelmét. Tehát azt mondja, hogy 18 év fölött mindenki azt semmit akar, Magyarország egy szabad ország, ahol a különböző nemi orientációknak azért elég széles jogokat tudnak biztosítani bizonyos keretek között. De az, hogy a hagyományos családmodellünk az apa és anya, amiből az apa a férfi és az anya a nő,
ezt azért négyszer erősítették meg kétharmaddal a magyar választópolgárok, tehát hogy van mögötte politikai többség, van mögötte társadalmi konszenzus. Szerintem többség az tagadhatatlanul van mögötte, hogy konszenzus van mögötte, azt szerintem egy véleményes dolog, mert ez mégiscsak folyamodott 2 millió ember az ellenkező oldalon, és feltétlenül ők is részei a magyar nemzetnek. Tehát kérdés az, hogy egy olyan típusú kulturális politikai fölfogás volna a kívánatos, ami totalizálja ennek a 3 millió embernek a vélt vagy valós politikai akaratát. Azért rendeljetek egy közvéleménykutatást erről a kérdésről, tehát széles spektrumban is ki fog jönni, hogy ez egy ilyen 80-90%-os támogatottságot élvező kijelentés. Láttam. Világos, de hogyha csak legyen mondjuk 95, megadom neked, legyen 98, legyen 99, tök mindegy. Én csak azt kérdezem, hogy azok a típusú kisebbségek, amelyek mondjuk adott esetben művészetileg, esztétikailag szeretnék megfogalmazni a saját tapasztalataikat, élményeket, kifejezni és így tovább, miért ne kaphatnának adott esetben közpénztámogatást, hogyha egyébként emellett van lehetősége minden más típusú, a kormányzati politikával sokkal egyenesebb azonosságot mutató könyveknek, filmeknek, színházi előadásoknak és így tovább is megjelenie. Tehát miért ne jelenhetne meg az is, ami nem biztos, hogy tagadja ezt, csak esetleg más típusú tapasztalatokat próbál megfogalmazni. Tehát ha nem alaptörvény ellenes, ezt mondom, akkor kapjon támogatást. Ha alaptörvény ellenes, akkor nem kaphat a de jure támogatást. Tehát ilyen nagyon egyszerű a történet. De azért lépjünk el kettőt ettől, mert most belementünk abba a kérdésbe, amiben abba a csapdába, vagy belehúztál abba a csapdába, amiben nem szerettem volna belesétálni, hogy arról beszélünk, tartalomról beszélünk. Tehát az elmúlt 3 évben mindig próbáltam ellépni attól a feladattól, hogy tartalmi kérdésekbe kelljen nekem dönteni. Tehát, hogy ez nem nagyon sikerült volna. De. Én soha nem döntöttem arról, ki legyen ösztöndíjas, csak nem vétóztam meg azt, aki, illetve hozzátettem még az ösztöndíj, a térei ösztöndíj kapcsán volt egy ilyen 15 fős lista, amit az én döntésem nyomán ragasztottunk hozzá a szakma által kiválasztott 30-hoz, de az a 15 is a szakma által volt rangsorolva, tehát nem én egyenként vadáztam le a címbieimet, hogy akkor kapjanak ők is térei ösztöndíjat. Könnyű zenei, irodalmi folyarat támogatás, ezeket mind szakmai kuratóriumok véleményezik, én aláírom, tehát hogy az én nevem szerepel a döntési lista alatt, mert én vagyok ennek az intézménynek a vezetője, de nem én döntöm el, hogy ki kapjon és miért kapjon pénzt. És az nagyon fontos, hogy lehetőleg az állam az lehetőség feltételeket teremtsen az alkotóknak, de nem mondja meg, hogy mit kell nekik alkotniuk, mert ezt már kipróbáltuk, Agitpropnak hívták. Tehát lehet rendelni kalapácsos traktorista lányokat köztéri szoborként, csak nem, az nem lesz egy értékálló alkotás, tehát tudjuk, hogy nem működik. De nem ennek valami fajta újra melegített verzióját most? Tehát azt lehet látni, például mondjuk azok a filmalkotók, például mondjuk a filmtámogatások területén, tehát azt lehet látni, például mondjuk olyan, és nem fogok nevezni senkit pontosan, hogy kikre utalok, adják be egymás után a pályázatokat, nemzetközileg elismert, idehaza is számos vagy széles nézőközönség által adott esetben szeretett, kedvelt filmrendezők a különböző terveiket, és mindenfajta igazából érdemi indoklás nélkül elutasítják. Közben meg ugye a kurzus különböző kulturpolitikai alapvetéseivel egyeneságban lévő filmalkotások olyan kigászi pénzek fölött rendelkeznek, ami fölött még soha magyar film, itt akár a Hunyadi sorozatot is lehetne mondani, a Petőfi filmet is lehetne mondani, és így tovább. Én úgy tudom, hogy a Nemzeti Filmintézetben is van egy szakmai grémium, aki megítéli a forgatókönyv, vagy a film ötlet benyújtásától a forgatókönyvfejlesztésen át a különböző filmes produkciókig az odaítélendő összegeket. Maradván magam területén, mert a filmvilágot sem ismerem annyira, vagy nem látom át annyira, azt tudom mondani, én mindig olyan kollégiumokat, vagy kuratóriumot állítok össze, a lehetőleg legszélesebb ízlésvilágú a személyekből, akiknek az első mondatom, ezt meg lehet kérdezni tőlük, mindenkinek azt mondom, hogy olyan döntést hozzatok, amit meg is tudtok védeni. Tehát az a fontos, hogy ők legyenek biztosak a saját döntéseikben, mert onnantól kezdve én aláírom nyugodt szívvel és lélekkel azt a bizonyos döntést, hiszen a szakma krémje így vagy úgy döntött a saját, mondom, ízlésvilágukon belül. Másként kérdezem, a kulturpolitika egészében, a művészet finanszírozás egészében itt a harmadik kétharmad utolsó időszakában és a negyedik kétharmad előestén vagy előidőszakában nem érzékelsz egy kifejezetten propagandisztikus irányvonalnak a megerősödését? Nem. Tehát nem nagyon tudom, hogy mi mellett lehetne propagandát folytatni, ha csak nem az identitáspolitikai kontextusban értelmezzük. Akkor viszont igen, tehát hogy azt tudom mondani, hogy van egy identitáspolitikai őrület, a bók őrület, ami egyre inkább közeledik felénk. Nekünk ezzel szemben nincsenek ellenérveink, ez nem egy racionális vita tárgya, tehát nem egy racionális diskurzus tárgya az identitáspolitika, hiszen hogyha én kétségbe vonom a te állításodat, hogy te most
nem tudom, a természettudomány lexikon hatodik kötetének érzed magad, és ez jogodban. Tehát én beszélek veled úgy, mint a természettudomány lexikon hatodik kötetével. Nem mondhatom azt, hogy te nem vagy a természettudomány lexikon hatodik kötete, mert akkor az egzisztenciádat vonom kétségbe, de ez egy politikai, filozófiai trivialitás. Tehát az identitás politikai állítások nem vitaképes állítások. Ezzel szemben mi csak egy másik identitást tudunk szembeállítani, a saját magyar kulturális nemzeti identitásunkat. És ennek az erősítése viszont az állam, vagy az aktuális kormányzat, politikai felhatalmazással bíró kormányzatnak a feladata. Jó, visszatérve egy picit még a Szabó Lászlói gondolatmenethez, hogy a te identitásodnak szerintem meghatároz a része az, hogy te egy fene gyerek vagy. Ide is ugye hát Bőrcsekiben érkeztél, tehát valamilyen módon te magad szereted ezt magadról kommunikálni. Éppen ezért is kérdezem tőled, hogy hogyan lehet egy ilyen alapattitűdből azonosulni azzal, hogy egy kormányzat kizárólagosan meghatározza azt, hogy milyen típusú művészetfelfogás kaphat közpénzt, és milyen nem. De most megint visszatértünk, hol határozza meg a kormányzat, hogy milyen típusú művészeti felfogás kaphat pénzt? Szerintem joga van hozzá, én nem azt mondom, de ez a kizárólagosság és ezzel való azonosulás érdekel engem, hogy nem áll ellentmondásban a te alapkaraktereddel. Ezt hívják úgy, hogy értékelkötelezettség, tehát hogy megemberi szabadság. Tehát az, hogy én ebben a pozícióban vagyok, és az, hogy én Orbán Viktor miniszterelnök úr kérésére 2014-ben átköltöztem Erdélyből Magyarországra is. Ez ő kérése volt? Igen, az ő hívására jöttem át. Ez az én szabad döntésem volt, és személyi szabadságom okán tartok ki mellette. Tehát ez napi döntésem, ha úgy tetszik, hogy igenis, én ezt az értékvilágot vallom, ezt az értékvilágot szeretném erősíteni. Tehát mindent megteszek, hogy ez az értékvilág, úgy tetszik idézőjelben, győzedelmeskedjen. Hogyan kerültél vele ennyire szoros kapcsolatban, jól számom, akkor 8 évvel ezelőtt, hogy személyesen azt mondja, hogy gyere át, Szilárd? 2007-ben, amikor Tőkés László európai parlamenti képviselőként indult egyéniként, tehát egyéni jelöltként, akkor én a Partszimi Keresztény Egyetem filozófia tanszékén voltam adjunktus, meg a Partszimi Keresztény Egyetem kiadóját vezettem, meg a tudományos lapját szerkesztettem, meg tarara, tehát hogy ez a klasszikus akadémiai pályafutás előtt álltam, aminek a vége egy vidéki alkoholista filozófia professzor, vagy valami ilyesmi. És akkor 2007-ben folyósorról kiemeltek, hogy mivel filozófusok vagyunk, ezért mindenhez is értünk. Tehát mondták, hogy akkor legyek én a kommunikációs igazgatója ennek a kampánynak. Valóban nem értettem hozzá, de nagyon gyorsan meg kellett tanulni. És a sikeres kampány után ott maradtam Tőkés püspök úr mellett, először mint sajtófőnök, később mint irodavezető, európai parlamenti asszisztens, tarara. És így kerültem közelebbi kapcsolatba ezzel a politikai közösséggel, addig én is én eltartott kis új értelmiségiként távolról ugattam bele a politikába, tehát nem csináltam a politikát, hanem véleményeztem a politikát. És hát ott a püspök úr alatti második-harmadik vonalban azért elég hardcore volt, tehát hogy rengeteget tanultam, és rengetegszer... Ez mit jelent, hogy hardcore volt? Hát az egy kicsit olyan... Dávid és Góliát hasz, tehát püspök úrnak a legnagyobb ellenfele nem a román politikum volt, hanem a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Tehát az a monolit párt, egy érdekvédelmi szervezet, ami leuralja az erdélyi magyar politikát, mondjuk a Fidesz Magyarországon, tehát hogy vele szemben csak ilyen kis pártok tudtak létrejönni, mint alternatívák, és az egyik alternatívát építettem. Tehát ellenszélben azért tényleg nagy meló volt, meg érdekes tanulságokkal és tapasztalatokkal szolgált, szóval sokat tanultam a politika és a politika csinálás természetéről, és időről időre, leginkább tusványosan van ilyen találkozó, amikor miniszterelnök úr találkozik püspök úrral, és viszik a legszűkebb stábot, és ebben a relációban találkoztam először miniszterelnök úrral, és akkor utána évente találkoztunk. Ő pedig hát mindig figyeli a képességesebb embereket, tehát hogy folyamatosan figyel arra, hogy ki hogy dolgozik, és 14-ben, amikor úgy látta, hogy már nincs rám szükségem Erdélyben, de tudnám erősíteni a század véget, akkor hát gyakorlatilag volt egy ilyen felkérés, hogy akkor jöjjek a század véghez, és akkor én jöttem. Tehát akkor szemben a közvélekedéssel, amely azt mondja, hogy téged Habony Árpád emelt ki Erdélyből és hozott át Magyarországra, valójában Orbán Viktor volt az, aki segítette az itteni betagozódásodat. Habony Árpáddal én életemben először a század végén találkoztam, mint ilyen kis irodakukat, tehát egy íróasztal sarkán elültem, és akkor ott találkoztam. Tehát én azelőtt nem ismertem. Az kijelentető, hogy a mentorod? Volt, dolgoztam vele, és sokat tanultam tőle. Mit tanultál tőle? Rengeteg jó okosságot, de nem mondom el, mert titok, tehát abból élek, amit tőle is tanultam. De akkor nem konkrét fogásokra vagyok kíváncsi, csak úgy mégis, tehát hogy szemléletmódon például mi az, amiben alapvetően formálta a személyiségedet? Egy tétel mondatát ide idézem, mert azt már idéztem máshol is nyilvánosság előtt, amit tőle tanultam,
hogyha a hátadat látják, azt jelenti, hogy te mész elől. Tehát, hogy neki nagyon kicsit ilyen rendszeren kívüli figura, tehát nem épül be sem a hatalompolitikai összefüggésekbe, sem pedig ezekbe a klientúrákba. És ez adja az ő szabadságát, hogy mindig képes kívülről ránézni, vagy más szögből ránézni a dolgokra, mint amiben mi élünk és napi küzdéseinket folytatjuk. És ezért rengeteget gondolkodik, rengeteget tanul, rengeteget járja a világot, hogy lásson más példákat, és inspirálódjon más gondolkodásokból, és ezeket tudja ő így sublimálni, tehát így összefoglalóan bölcsességként elmondani. Úgyhogy több olyan nagyon egyszerű tőmondata, vagy egyszerű bővített mondata volt, ami úgy elgondolkodtatott, és rájöttem, hogy neki hát igaza van ebben a szempontból. Tehát, hogy nem csak hatalomtechnika, nem csak politika csinálás, hanem az emberi természetre vonatkozóan. Az emberi természetre vonatkozóan már el kell, hogy mi az, amit a leginkább tőle tanultál. Vagy nem változik. Tehát, hogy a több ezer éve mi emberek ugyanabban az érzelmi vagy indulati négyszögben hozzuk a döntéseinket, de ez megint csak egy politikai alapképlet, tehát hogy mi az a négy érzelem, ami meghatározza a döntéseidet, és hogy ez nem változik. Tehát bármi történik a világban, tehát hiába, hogy elfedi mondjuk egy nagyobb médiakampány a történések lényegét, a választó döntés hozatala az ebben az indulati érzelmi mátrixban azért feltérképezhető. Mi gondolsz azokra a vélekedésekre, ez főként a konzervatív polgári Magyarország ideáját elkötelezett értelmiségek körében szokott megfogalmazódni, hogy hát Habony Árpád minden érdeme mellett, amit a hatalomtechnikában fölmutatott, azért alapvetően a Fidesz megrontója és fekete lelke. Ezek ilyen kedves mondatok, aminek a... Elismerés? Kívül van az értelmezhető tételmondatok keretén. Tehát, hogy ez költészet. Ilyeneket én is tudok mondani mindenféle relációban, meg tudok ilyen sommás megállapításokat tenni. Ezt közbeszédnek hívják, nyilván, tehát a közbeszéd felszíne pontosabban. Lehet moralizálgatni, de a politika csinálás az elsősorban nem morális, vagy moralizálás függvénye. De azzal se értesz egyet, hogy a polgári Magyarország eszmét, amire a Fidesz 98 és 2002 között építette az identitását, és ami nagyon sok választójának volt a meghatározó identitása szintén, hiszen nyilvánvalóan emiatt tapadtak Orbán Viktorra és az egész jobboldali szövetségre, szóval hogy ennek az árulja lenne a Habony Árpád? Biztosan nem az. Tehát, hogy ő azért az ő életvitele összeegyeztethető a polgári Magyarország eszményével? Most melyik életvitelére gondolsz? Hát, amit így a sajtóban lehet látni, ugye sajnálatos módon nem ad interjúkat, tehát nem tudjuk tőle személyesen ezt megkérdezni, de hát azért nagyon sok delikát helyzetben lehetett őt látni a különböző híradások alapján. Ugye volt kifejezetten a rendőrségi ügy és bántalmazása kapcsán, és talán valószínűleg az a fajta luxus is, ami az életmódját jellemzi, nem biztos, hogy a polgári Magyarország híveinek, széles köreinek lenne a sajátja. Hát ezeknek egy része pletyka, más része, legalábbis én nem kérdeztem tőle, hogy validak-e, mert nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Az értékvilága az biztos, hogy a polgári Magyarország értékvilága. A polgári Magyarországot nem Habony Árpád árulja el. A polgári Magyarországot az a polgári szavazó árulja el, aki nem áll ki a saját elvei mellett, hanem fejben másodikként megpróbál megfelelni az ellenoldalnak. Ezt fejtsd ki. Most nem leszek népszerű a jobb oldalon, de nem baj. Tehát, hogy nekem az a legnagyobb bajom az úgynevezett jobb oldali elittel, hogy fejben másodikként elvárja a bal liberális tábornak a buksi simjét. Tehát azt várja, hogy a teljes, az ő teljesítményét a másik oldal validálja. Tehát, hogy ismerje, hogy ő jó költő, jó szobrász, hogy ő nem tudom mit, tarada. Ezáltal a teljesítmény megítélésének a monopóliumát akaratlanul is bebetonozza a másik oldalra. És ez nem tesz jót a magyar kultúra egészének. Tehát egy fejben második jobb oldal, és egy fejben második liberális oldal, aki viszont a nyugati trendeknek próbál szolgáljon megfelelni, gyengíti a magyar kultúrát. Én azt szeretném, hogy a magyar kultúra egész horizontján belül több esztétikai ütközőponton át víve egy bizonyos döntéshozatalt, a teljesítmény megítélése itt maradjon nálunk. Tehát én nem tudok kezdeni azokkal a fesztiváldiakkal sem semmit, amit nem tudom, senki által nem látogatott, vagy minimum egy szűk klik globális elit által látogatott fesztiválon kiosztogatják a különböző díjakat, és azt mondjuk, hogy ettől a díjtól lesz ő nagyobb bármi, művész vagy előadó.
Miközben itthon, Magyarországon, vagy magyar nyelvterületen kutya sem kíváncsiuk rájuk. Tehát lehet azt mondani, hogy mi mucsa vagyunk, mármint a magyarok, mucsák vagyunk, és nincs megbízható ízlésünk, és nem értjük a kortárs, trendi, progresszív, nem tudom, akármilyen művészeti világot, de ez önbecsapás, önállítás, tehát ettől nem lesz jobb a magyar kultúrának. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a szerencsétlen olvasó hülye az én írásomhoz, akkor nem az a gesztusom, hogy az olvasót félrenyomva megpróbálok pénzt szerezni, attól még mi is csak nagyköltőként éljen az életemet, hanem akkor odafordulok az olvasót, megpróbálom bevonni ebbe az egészbe, tehát befogadóként, az én művem társalkotójaként tekintek rá, tehát ez egy odafordulást igényel. Tudom, hogy ez romantikus helyzet, vissza az olvasóhoz, de úgy gondolom, hogy főként a közpénzek, tehát az adófizetői forintoknak az elköltésének az elsődleges fontossága az az kellene legyen, hogy jobbá tegyük a befogadókat. Tehát, hogy a művészetnek ez a úgynevezett elgondolkodtató, vagy emberjobbító társadalmi hatása lehet, vagy kell, hogy legyen elsődleges fontosságú. Ezzel nem azt mondom, hogy a lárt-furlárt művészetnek nincs értéke. Tehát nem azt akarom leértékelni. Csak, hogy túl vagyunk egy két éves világjárványon, ahol gyakorlatilag négy fal közé zártak bennünket. Most a szomszédban háború van, világgazdasági válság kezd kialakulni. Ennek következtében egyrészt a társadalom mentálisan meggyengül, tehát hogy elképesztően ingerültek vagyunk, és bizonytalanok vagyunk a jövőben, emiatt sokkal idegesebbek. Másrészt szétestek a közösségeink. Tehát én úgy gondolom, hogy a kultúra, a tágabb értelemben vett kultúra, most nem csak a művészetekre gondolok, a kultúra elsődleges célja a közösség építés és erősítés. És ha most van valamennyi közpénz arra, hogy kulturális eseményeket, folyamatokat generáljunk, vagy támogassunk, akkor ezeket ezzel az optikával kell megnézni, hogy hogyan tud közösséget erősíteni. Akkor nézzünk rá erre. Ugye most kivált az EMMI-ből a kultúráért és innovációért felelős minisztérium, ez korábban ugye államtitkársági szinten létezett a összminisztériumon belül, ennek Csák János most a vezetője, egyébként a kulturális államtitkár továbbra is Hoppál Péter. Rebesgették azt, hogy neked is voltak adott esetben államtitkári miniszteri ambícióid, ezek teljesen falsak voltak? Biztosan nem voltak. Nem szerettél ma bemenni a struktúrába? Nem. Én, mint mondom, a személyi ambíciómmal szembe megy az, amit most csinálok. Államtitkár... Ezt kizárólag Orbán Viktor jelenti elköteleződés miatt teszed? Igen. Bocsánat, azt jelenti azt, hogy megveszegedett Orbánista vagy, hogy a személyes meggyőződésed és adott esetben szakmai ambícióid ellenében is inkább beteljesíted ezeket a közfeladatokat, mert ennyire fontosnak tartod Orbán politikáját. Így van. Erről az emberi szabadság, elköteleződtem valaki mellett, valamilyen projekt mellett, és addig csinálom, ameddig szükség van az én szolgálatomra, vagy feladatvállalásra. Ez egy katonai parancsteljesítés gyakorlatilag? Másképp nem működik. Tehát, hogy fegyelmezetnek kell lenni ahhoz, hogy sikereid legyenek. Tehát, hogy én értem azokat a kollégákat is, akik úgy gondolják, hogy ők fújják a passzát szelet, de lehet fújni a passzát szelet függetlenként, lehet fújni a passzát szelet, nem tudom, bárhol máshol. Amikor bemész egy intézményrendszerbe, bemész egy konjunktúrába, csúnya szóval, akkor a konjunktúra sikeresség az attól függ, hogy te belátod, hogy fogaskerék vagy egy nagy gépezetbe. És nem akarsz lenni a nagy mánus. De miért lehetne egyébként egy fogaskeréknek, vagy egy fogaskereke a gépezetnek, miért lehetne egyébként pont az az elköteleződésednek a fokmérője, hogy vállalod ezt a formális szerepvállalást, és ezzel segíted az Orbán kormány sikerességét? Ezt most nem értem, ezt a kérdést. Hát, hogy azt mondod, hogy nem akartál bemenni a struktúrába, de közben megveszekedett Orbánista vagy, és a jobb meggyőződésed ellenére is válasz ilyen szerepeket, nem tudnál adott esetben hatékonyabban lenni Orbán Viktor segítségére, ha kormányzati szerepet vállal? Hát ezt ő dönti el. Ez a másik. Nem kért fel akkor. Ez a másik dolog, hogy a... Nem kért föl? Nem kell az Orbán miniszterelnök úr helyett döntéseket hozni. Nem kért föl, de én már előtte jeleztem, hogy nekem nem lenne jó ez a... Az a bajom nekem, hogy most jelen pillanatban, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával felkértek, akkor én azt kértem miniszterelnök úrtól, illetve Kásler miniszter úrtól, hogy teljhatalmam legyen csúnya szóval, tehát hogy mi történik a Petőfi Irodalmi Múzeumon belül, azt én nem akarom megvitatni államtitkárokkal, főosztályvezetőkkel és a bürokrácia különböző szintjeivel. Hiszen a bürokraták azok bürokrata módjára gondolkodnak. Politikusok politikusok módjára gondolkodnak. Tehát én kértem egy kis szabadságot abban, hogy a PIM és intézményrendszerünk belül én hozhassam meg a döntéseket, vállalva érte a teljes körű felelősséget. Ezt megkaptad, mit kértek cserébe? Hát, hogy jól végezzem a munkámat. Tehát, hogy a Petőfi... Az mit jelent? Mi az a sikerkritérium, aminek ha megfelelsz, akkor jól végezted a munkádat?
Petőfi Irodalmi Múzeumról most már azok is tudnak, akik egyébként eddig nem tudtak a Petőfi Irodalmi Múzeumról, nem csak a botrányaim, vagy a vélt vagy valós botrányaim okán, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeum teljesítménye okán, és egyébként világbajnok muzeológusok dolgoznak. Úgy gondolom, hogy a kortárs magyar irodalom a támogatási struktúráját sikerült rendbe raknom, tehát a kis ösztöndíjaktól a hiányzó középgenerációs, tehát a térei ösztöndíjon át egészen a digitális irodalmi akadémiáig, ami egyébként az én érkezésem óta szintén soha nem látott fejlődésen ment keresztül, illetve most sikerült forrás szerezni az irodalmi emlékházak és emlékhelyek felújítására is, tehát egy Kárpát-medencei hálózat felújításában dolgozunk éppen. Tehát ez volt az, ami szakmai meló volt a PIN főigazgatójaként. Ráadásul rendbe kellett tenni azt az intézményrendszert, aminek akkor éppen volt egy elég nagy mínusza, és hát a pénzügyi fegyelem nem volt jellemző a muzeológus kollégákra, nem az ő hibájuk, mert a muzeológus az bölcsész, tehát a bölcsészek azok nem azzal kelnek, hogy akkor most melyik szabályzatot kell betartani, vagy hogy kell ebben működni. Ez egy hosszú, türelmes nevelési folyamat végén eljutottunk odáig, hogy most már mindenki átéli, megérti, hogy ez közpénz, ennek az elköltése, ez nem úgy megy, hogy én szeretnék valamit csinálni, tehát indokolni kell tudnom, és a nagy egész részeként kell pozícionálnom az adott projektet. Csák Jánossal milyen a viszony az új miniszterrel? Mondhatni, hogy baráti. Tehát, hogy eddig, amikor azt mondom, hogy baráti, az azt jelenti, hogy nem ellenséges, én nem szoktam spannolni a főnökeimmel, tehát nem barátkozom velük, nem járok a lakásukra, nem szoktam, még a fogadásokon se szoktam beállni abba a körbe, ami mondjuk ilyen szabadabb szájú beszélgetéseket eredményez. Ő a főnököm, következésképpen tisztelettel viseltetek iránta, kölcsönös a tisztelet, kölcsönös a megbecsülés. És fogja garantálni azt a típus autonómiát a számodra, amit Kásler Miklós garantált? Annyi autonómiád van, amennyit kiküzdesz magadnak, már pedig én ezt ki tudom küzdeni magamnak. Tehát, hogy de nem gondolom, hogy Csák Jánosnak most az lenne az elsődleges célja, hogy különböző főigazgatókat rekcumoljon és betörjön, vagy amik... Találkoztál már vele a kormányalakítás óta? Igen. Igen. Hát ő most gyakorlatilag ugye átvette ezt a kulturális innovációs felsőoktatási portfóliót, most történik az az adatgyűjtés, amikor megnézi, hogy miből főzünk, tehát hogy most van az adatszolgáltatási kötelezettségünk, amikor leírjuk, hogy mivel hol tartunk, mennyi pénzt költöttünk, mennyi pénzre van szükségünk, és így tovább, ezt összegzik, megnézik a jövő évi költségvetésben biztosított mozgásteret, és utána tudja ezt az egészet érdemben elkezdeni koordinálni. Annyit beszéltünk mi négy szem közt, hogy még sokat fogunk beszélgetni, de ez baráti volt. Hoppár Péter személynek a jelentőségét kérlek, hogy világítsd meg, ő milyen munkát végez, illetve föl tudsz mondani bármilyen értelmezhető kulturpolitikai tevékenységét, ami az ő személyhez kötődik a korábbi 4 éves működésében? Hát, hogyha az érdemi teljesítmény, hogy nem voltak nagy botrányok, amikor ő volt a kulturális államtitkár, vagyis konszolidálta a kultúrát, akkor azt pozitívként tudom említeni. Egyébként Hoppár Péterrel is baráti a viszony. Tehát, hogy bármikor hívom, telefonon felveszi, vagy ha ő hív, én felveszem, nagyon jókat szoktunk beszélgetni, de itt is tartom a 2 lépés távolság elvét. Tehát ezen a teljesítmény, hogy balhémentes volt az időszak? Hát ez a magyar kultúrában azért egy elég nagy teljesítmény. Ez egy kulturpolitikai értelmezhető teljesítmény? Nem. Kérdezem. Hát most, hogyha belegondolsz, hogy a leghangosabb... Hogy a Kliberzel Kunnot feltétlenül nem azért tartjuk az emlékezetünkben, mert hogy balhémentesen tudta átszervezni a közoktatási intézmények egész. Csak ő Kliberzel Kunnó volt, Hoppár Péter meg Hoppár Péter, tehát hogy nem biztos, hogy azonosítani kell a két figurát. Attól még Kliberzel Kunnó számomra Kunnó legalábbis a példakép. Tehát én azt az intellektuális bátorságot, hogy Kliberzel Kunnó hozzáállt, és rengeteget olvastam mostanában pont a kampányban, meg a Covid időszakban a Kliberzberget, rengeteg tanulmányát, felszólalását elolvastam, az egy nagyon okos államférfi volt, és hihetetlenül erős akarata volt, meg ráadásul 2 lábbal állt a földön. Tehát, hogy én... Világos, de akkor Hoppár Péter igazából egy karbantartója volt a kulturális közéletnek, és nem egy innovátor... Államtitkári szerepkőben ő ellátta az államtitkári feladatait. És az ennyi? Hát ki hogyan értelmezi a saját államtitkári szerepkörét? Tehát itt azért ebben a rendszerben, hál' Istennek, van egy elég nagyfokú szabadságfok olyan szempontból, hogy ha rád bíznak egy területet, akkor nem akarnak helyetted döntéseket hozni, hanem neked kell meghoznod a saját döntéseidet, illetve díjazzák a proaktivitást. Tehát amikor nem kell megmondják neked, hogy hogyan jussál el A-ból B pontba, csak elindulsz, aztán ott találkoztak a célnál. Ha már a proaktivitás, beszéljünk egy másik nagyon proaktív szereplőről, aki most már nem is az Orbán rendszer köreit gazdagítja, hanem átvándorolt a Mi Hazánkhoz, ugyanakkor akinek a
publicisztikai tevékenysége feltétlenül hozzájárult a te PIMES főigazgatói sikereidhez. Szakács Árpádról van szó, aki egy nagyhatású cikksorozatot publikált, részben Bajer Zsolttal közösen is kiadott egy kötetet, és aztán ugye egészen odáig radikalizálta saját magát, hogy a MediaWorks széléről a Mi Hazánknál találta saját magát, és ott tartott mindenféle fajta szónoklatokat, jelenleg meg ugye kötetet adott ki Dúró Dórával közösen. A kérdésem az, hogy hogyan viszonyult Szakács Árpádhoz, milyen a viszonyod vele? Szerintem most éppen gyűlöl engem, de hát a számomra nem szokatlan sokan. És te őt? Ilyenek. Én semmilyen viszonyban nem vagyok, tehát én megpróbálom az érzelmeket, az érzelmi viszonyulást kikapcsolni a munkámból. Van a családom, akiket szeretek, vannak a közvetlen munkatársaim, akiket akár bevallhatom itt, hogy kedvelek is, de igyekszek mindenkivel a saját helyi értéke és hozzáadott értéke szerint tisztességgel bánni. Szakács Árpádhoz most éppen semmilyen közöm nincs, ezért nem foglalkozom azzal. De amikor volt, te hálás vagy neki, vagy pontosabban fogalmazva, tudtál volna ilyen közéleti karriert befutni az ő közírói tevékenysége nélkül? Én nem akartam ilyen karriert befutni, úgyhogy innentől kezdve indiferens az, hogy ő most milyen közírói tevékenységet folytatott. Tehát, hogy ez egy munka. Nem vágytam rá, de megkaptam, igyekszem jól megcsinálni, de nem ambicionálom tovább menni. Jóval nagyobb az ismertségem, mint amire valaha is vágytam egész életemben. Tehát, hogy én 2018 nyarán vásároltam egy mátrai zsákfalu, zsákutcának a végén egy úgynevezett kádárkockát, tehát egy rendes falusi házat, egy kis telekkel, és az volt a tervem, hogy a gyümölcsfákat ültetek, írom a regényeimet, illetve zenélgetek, megpróbálok rockzenész lenni végre, ha már sikerült egy jó bandát összerakni, és egyébként meg abból élek, ami egy speciális tudás, tehát hogy baromi jó politikai beszédeket tudok írni, tehát hogy egész egyszerűen, hogy a politika jelentős része az beszéd, az, hogy meg kell győznöd, és egy jó politikai beszédíró az azért, hogy egy drága mulatság, tehát sokat fizetnek azért, hogy te jó politikai beszédíró vagy. Nézd meg Orbánnak beszédeket? Nem. Mikor írtál utoljára? Hát teljes komplett beszédet amúgy sem írtam, nem lehet miniszterelnök úrnak teljes komplett beszédet írni, javaslatokat lehet írni, meg ilyen különböző gondolatokat, de utoljára én szerintem 19-ben. Az is érdekes ez, amit mondasz az álláshalmoz, pontosabban arról, hogy mennyire megterhelő számodra az, hogy egy berendezkedett életet próbáltál ott a vidéki magányodban, a dácsádban kialakítani, és ehhez képest most már főigazgató vagy, és így tovább. Hát, mert nem itt áll meg igazából a Lajstrom a kinevezéseidnek. Ugye a Magyar Géniusz Program ideiglenes kollégiumát vezeted, a Petőfi 200 ideiglenes kollégiumot is vezeted, és minisztéri biztosként most már nem felelsz, de feleltél egy jó ideig az irodalmi közgyűjtemények, a Nemzeti Könyvtár, a Magyar Könyvszakra integrált fejlesztésért, jelenleg is kuratóriumi elnöke vagy a Magyar Kulturális Alapítványnak, illetve a könyvüzeni állami támogatása felett is diszponálsz, ha jól mondom. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit? Fogalmam nincs, mert ezek feladatok. Te se tudod valójában, hogy hány feladatnak vagy jelenleg letéteményes. A feladataimat azt fel tudom sorolni, mert most már sikerült struktúrát adni nekik, de az, hogy ezek különböző titulusokhoz kötődnek, ez engem soha nem érdekel. Tehát, hogy titulus halmazás az nem volt a célom, meg nem tesz hozzám. Tehát, ha holnaptól nem vagyok a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, attól se jobb zenész nem leszek, se rosszabb, se jobb világos, se rosszabb. Azt gondolom, hogy ezek a feladatok közül bármelyik is feltétlenül megkíván egy egész embert. Tisztességgel meg lehet ennyi típusú pozíciónak egyszerre felelni egy személyben? Persze, nagyon jó csapatot kell építeni. Kell tudni delegálni a munkát, kell tudni delegálni a feladatokat, egy jó feedback rendszert, tehát visszacsatolás rendszert kell építeni, és hát a napi 48 órát azt meg időmenedzsmenttel meg be lehet osztani, úgyhogy még a családra is. A napi 48-at? Hát körülbelül nagyjából ennyit élek meg így az átlaghoz viszonyítva, tehát hogy rettentesen sokat melózunk, dolgozunk, tehát hajnali 5-től este 11-ig azért van idő ezt az összeset szépen berendezni. Korábban nagy port kavart föl az a megszólalásod, amelyben az irodalmi élet 80%-át kukáztad volna, engem most nem ez érdekel, hanem a maradék 20, amit értékesnek találsz és megtartanád. Leginkább egyébként az, hogy ki az a kortársíró, magyar kortársíró, akit jelenleg szívesen forgatsz? Hát igazságtalan lenne más magyar kortársírókkal szemben neveket mondani, de hogy könyvélményt mondjak, inkább ezt mondanám. Tehát, hogy ez arról vonatkozott, hogy a kortárs magyar irodalom az én ízlésem szerint, 80%-a az kukában való, de ez kultúrszociológiai tény, tehát oda fog kerülni. Tehát egész egyszerűen az, amit mi ma magyar irodalomnak, vagy világirodalomnak... Ezt engedjük el, mert nem vagyok kíváncsi. Az érdekel, hogy ki az, aki legutóbb hatással volt rád? Akinek most a könyvért éppen rajongok, és alig várjam, hogy jelenje meg a következő könyv, az Bereményi Géza.
Tehát pont a covidos idő, a post-covidos időszakban, amikor már végre tudtam olvasni, tehát hogy kicsit összeállt az agyam. És ki az a magyar író, akinek, hogyha tehetnéd, Nobel-díjat adnál? Én nem gondolom azt, hogy a Nobel-díj hozzátesz. De végülis Kertész Imrére azért figyeltünk fel, mert Nobel-díjat kapott, addig a vájt szemüveken kívül, tehát nagyon szűk olvasóközönsége, a kutya se figyelt Kertészre, és azáltal, hogy ő Nobel-díjat kapott, megkapta megérdemelt figyelmet, és egyébként a Facebookról akkor jöttem, amikor egy Kertész idézet miatt letiltottak 3 hónapra, tehát hogy szolidaritásból levonultam, és nagyon jól tettem. Na, nyertél most elég időt, tehát ki az a magyar kortárs író, aki a te értékítéled alapján megérdemelni a Nobel-díjat? Nem tudok most olyan, hogy élő egyet kortárs, tudnám mondani? Nem tudnék most olyan mondani. Szerintem nincs most olyan szintű kortárs magyar írónk, aki megérdemelni az én ízlésítéletem szerint a Nobel-díjat. Se Nádas Péter, se Krasznahorkai, se Bodor Ádám. Nádas Péter nagy író, Krasznahorkai érdekes író, a Bodor Ádám a szívem csücske, de én nem gondolom, hogy Nobel-díjat érdemelni, tehát szintén nagy írónak tartom, tehát több, mint jó író, hanem nagy író, de nem az a Nobel-díj, tehát az én ítéletem szerint, de az én ítéletem szerint az elmúlt években Nobel-díjasokká váló írót jelentős része sem érdemelni meg a Nobel-díjat, de ez az én nagyon... Ki volt az utolsó Nobel irodalmi díjas, akivel tudtál azonosulni, és akinél adekvát érkezted? Márquez. Márquez? Igen. Az sem volt. Nem, de rettentes nagy író. Hát Kertész Imre persze a másik. Nem azért, mert a miénk, hanem azért, mert nagy író volt, és nagyobb író volt, mint nagy író. Az Origónak nyilatkoztad 4 éve, idézzek téged, itt az erdélyen turistáskodó magyarokról nyilatkoztál, vagy írtál, azt mondtad, hogy jelentős részük hamis tündérkert mítoszban élt, amit én őszintén nem értettem, átjöttek, hirdették, hogy mi vagyunk a tiszta magyarok, végvári vitézek, akik nap mint nap megküzdünk a magyarságunkért. Nem értettem, miért gondolják azt, hogy Erdélyben csupa csillagszemű juhász él. Nem gondolod azt, hogy ezt a típusú túlromantizált képet épp a most regnáló kormányzat festette le, vagy legalábbis erősített rá nagy erőkkel? Nem, ezt így nagyjából így a második világháború után elzárt vagy Magyarország jelenlegi határai közé zárt magyar népi írók kezdték el felhabosítani, vagy felturbózni. Azelőtt is volt egy ilyen erdély romantika, vagy erdély mítosz. Sokat tett azért egyébként Tamás Járon mesterem is, akit én tényleg mesteremnek tekintek, meg az ő írasztala mögött ülök, meg Bass Albert, tehát hogy ez a népi romantika sokat tett ennek a képnek a kialakulásai, de utána, a 90-es évek után elindult anyaországi áradat, ami valahogy kompenzált, vagy kompenzációs gesztusból sokkal szebbnek látott bennünket, mint amilyenek vagyunk, vagy nem látott természetes testvérnek, mint amennyire azok vagyunk. Ez azért egy falcs és hamis erdélyi képet eredményezett. Ennek következtében ma Magyarország lakosságának egy jelentős része úgy gondolja, a magyarok többségben élnek Erdélyben. Soha nem is éltünk, legalábbis elég régóta nem élünk ott többségben. Bocsáss meg, ezt mind a 2010 előtti kurzusokhoz kötöd ennek az élménynek a kialakítását? Nem, ez egy közel 100 éves történet, tehát a trianoni traumának a... Igen, ez egy toposz, azért ez 2010 után rendesen meg lett támogatva a kormányzati eszközökkel. Nem gondolod, hogy a kormányzat működése hozzájárult ehhez a tündérkert mítosz kialakulásához, vagy mégis nem kialakulásához, újramelegítéséhez, megerősítéséhez? Nem, 2010 után a magyar kormány a nemzetegyesítést tűzte ki célja, ez egy másik álláspont, tehát nem azt jelenti, hogy most a tiszta ajkú erdélyi magyarok jönnek és megmentik a magyar kultúrát, magyar nyelvet és így tovább, vagy az erkölcsi habitusuk által itt a társadalmi erkölcsöt át fogják formálni, ilyet nem nagyon hallhattál, hanem a természetes együtt tartozás érzését próbálják meg újra felkelteni. Egyébként a nemzetegyesítésért a kereskedelmi csatornák, a kereskedelmi televízió jóval többet tettek, vagy jóval hatékonyabbak voltak, mint a nemzetpolitika. Tehát amikor Csíkszeredától Kassáig ugyanazt a trash reality-t nézett, akkor a kulturális kódjaid egybe csúsznak. Visszatérve egy kicsit még a Fidesznek a 2010 utáni erdélyi politikájához, ugye nagyon sokan vádolják azzal a Fideszt, mert valóban jelentős forrásokat allokált arra, hogy legyen érdemi sporttevékenység, legyenek kulturális aktivitások, könyvkiadás és így tovább, egyetem, de hogy azért ezeket erőteljesen jellemezte a klientúraépítésnek a szándéka. Mit gondolsz azokról a hangokról, amelyek azt mondják, hogy ezzel pont alásta a Fidesz azt, hogy egy autonóm önrendelkező erdélyi kulturális társadalmi szintért tudjon megjelenni, kialakulni, megerősödni? 1990 óta, tehát 1989 után a román politika úgy épült fel, hogy van egy magyar érdekvédelmi szövetség, a Román-Magyar Demokrata Szövetség,
ami minden közpénzről dönt. Tehát ha volt klientúraépítés és kézbeletetés, az már egy több mint 3 évtizedes gyakorlat. Értem, de ehhez képest jelente minőségi változást az, ami 2010 után történt? Én szerintem igen. Azért, mert hogy, és itt jön a Kárpát-medencei hálózat kérdése, hogy amíg a Romániában, Erdélyben mi párhuzamos társadalmat építettünk a román társadalommal, tehát a magyar társadalom, az erdélyi magyar társadalom, ez egy párhuzamos társadalom, párhuzamos valóságban a román valósághoz képest, mert kulturális és nemzeti identitás szempontjából, gazdasági realitás az mindenkire ugyanúgy vonatkozik. 2010 után ez a magyar-magyar együttműködés, magyar-magyar szövetségkötés, ez kinyitotta az erdélyi magyar kultúrát olyan szempontból, hogy rájöttünk arra, hogy a mi teljesítményünket megítélhetik máshoz. Ennek volt egy nagyon rossz leágazás, amikor elkezdtünk exportot termelni, mint Erdélyből. Tehát, hogy akkor lettünk magyar íróköltő, hogyha Budapesten jelent meg a könyvet. De ez a magyar kultúrának a torz szerkezetéből fakadt, tehát egy nagyon Budapest központú a magyar kultúra, ezen szeretnék változtatni a következő években, ha már feladat és cél. Tehát egy kicsit kiegyenlíteni a Kárpát-medencei kulturális teret, mert ne legyen ennyire Budapest központú, mert ez megint gyengébb. Világos, de akkor ezzel nem értesz egyet, hogy függelmi viszonyok alakultak volna ki, és ezek a kulturális és egyéb támogatások, ezek inkább erősítették a ráutaltságot a magyarországi elitre az erdélyi közösségekben. Mivel forrástöbletről van szó, azt jelenti, hogy ha engem most feketeseggűnek titulált mondjuk az RMDS-ben bárki, és nem kaphattam tőle mondjuk forrást egy bizonyos projektemre, de az anyaországi támogatás annyira sok vízű volt, hogy valahonnan csak tudtam szerezni, ez gazdagította az erdélyi magyar kultúrát. Az világos, olyan típusú... Ezt te is elismered, hogy ezeknek a támogatásoknak igenis van politikai, ideológiai elvárásrendszere? Nemzeti kultúrát kell erősíteni, hát most nem adhatsz... Nemzetit, vagy az Orbáni rendszerhez igazodót? Az Orbáni rendszer stabilitása az nem a külhoni választóktól függ. Tehát, ez világos, nem is erről beszéltem. De hát ez a válasz, Marci. Tehát, hogy politikus, az mindig azt nézi, hogy hogyan tudja megtartani azt a hatalmát, amit különböző célok érdekében akar felhasználni. Tehát ő mindig választópolgárokból fog nézni, bármelyik politikus. Tehát hogy ez egyszerűen olyan politika természete. Mivel nem a külhoni közösségek szavazataitól függ Orbán Viktor hatalomban maradás, meg a Fidesz hatalomban maradása, ezért nincs is ilyen típusú elvárás velük szemben. Mindenképpen szeretnénk, ha beszélnénk a Petőfi bicentenáriumról. Ugye 2 éven keresztül fogja ünnepelni a Magyar Állam, illetve a Kulturális Kormányzat a Petőfi 200-at. Itt az alapvető kérdés, hogy próbáltam tájékozódni a honlapról, hogy milyen típusú tevékenységek vannak. Láttam egy meglehetősen megkérdőjelezhető ízlésű videósorozatot, amelyben egy fiatalember Petőfinek öltözött túrós csúszát eszik, és különböző helyeken járkál a világban. Gasztronómiai ajánlatokat is láttam, különböző túraútvonalakat is láttam. Az a kérdésem, hogy végülis a Petőfi szövegek, ami hát azért az életnek mégiscsak a legalapvetőbb értékét jelentik, azokkal milyen típusú tevékenységet terveztek? Például a régóta halogatott német fordítása az életmű egészének, az meg fog-e történni a 200 keretében? Először is újra kiadjuk Petőfi összes szövegét. Magyarul. Magyarul. Ezt most fogjuk a könyvásáron bemutatni az R38 hajón. Tehát az Osiriszt kértem fel, Gyurgyák János kértem fel, hogy a legjobb szakembereket szedje össze, és szerkesztik újra Petőfi összes versét, összes prózaírását, összes műfordítását, útinaplóit és így tovább. Illetve a Petőfiről születő monográfia is lesz, a Petőfi recepciónak is lesz egy válogatott kötete, tehát azt hiszem egy 7 kötetes történet, ami aztán folytatódik Petőfi kortársaival, mert egyébként monográfiákban nem állunk jól a klasszikusaink vonatkozásában. Tehát ez egy sorozat. Petőfi német fordítása, van egy válogatás, egy újra gondolt, újra fordított válogatás kötet támogatásra érdemes, legalábbis én tudom, hogy benne van abban a zsákban, amit támogatunk, de a nemzeti kulturális alapon belül az úgynevezett, most már Liszt intézetek, régebb Balassi intézetek, tehát a külföldi magyar intézetek a szokásos évi büdzséiknek a kétszeresét kapják arra, hogy az adott nyelvterületen a saját megítélésük szerint legjobb Petőfi bicentenáriumi ünnepséget szervezzék, tehát hogy én nem nagyon tudom, hogy Delfi... Az világos, most az eseményeket leszámítva, kifejezetten a szövegekkel kapcsolatban, lesz-e a centenárium ideje alatt német összkiadás, vagy sem a te megítélésed? Azt, hogy összkiadás lesz, azt nem tudom, ha van valaki fordító, aki ezzel foglalkozik, akkor biztos. Ez a válogatás, tehát ez a Petőfi újrafordított válogatás kötet, ez biztos, hogy lesz. Jó. Muszáj még egy záró kérdést feltennem, és egy kicsit hosszú lesz, úgyhogy
kicsúszik. 60 percből van így, hát ha a jobb oldali vendégek jönnek, akkor ez ahogy mindig megtörténik, ezt a fajta tendenciózusságot nyugodtan elviszem, hogy 12 éve vagyunk benne az Orbán rendszerben, és nagyon sokszor szoktak különböző figurák föltűnni, borzolni a kedélyeket, adott esetben úgy tűnik, hogy nekik jelentős kulturpolitikai befolyásuk van, lehet látni a különböző szekértáborok közötti vetélkedést is, de közben, hogyha így retrospektíven nézzük ezt a 12 évet, akkor hogyha azt gondolom, hogy ki az, akinek a magyarok kulturális értékrendjére, gondolkodására legnagyobb hatása volt az elmúlt 12 évben, az mindenképpen Rogán Antal. Kijelenthető, hogy Rogán valójában az igazi kulturpolitikusa az Orbáni rendszernek? Mi gondolsz erről? Kifejtenéd? Tehát kifejtenéd, hogy mit értesz az ott, hogy Rogán Antalnak van a legnagyobb hatása, vagy nem tudom értelmezni? Hát a közgondolkodása, a kulturális értékrendszerre, ő az, aki olyan kampányokat, ő az, aki olyan média struktúrát hozott létre, amelyen keresztül nyilvánvalóan alapvetően volt képes például attitűdváltozásokat elérni a magyar társadalom, mert ezeket a különböző kutatások igazolják. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy eredményesség szempontból, hogy felteszem, neked is fontos, hiszen erre utaltál, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy kulturális aktorok egész egyszerűen nem jutnak el széles közönséghez. Rogán Antal és az ő általa propagált eszmék, az ő általa létrehozott médiastruktúra, tudatipari eszközök és így tovább, kulturális együttes, az egész biztosan mélyen tudta megdolgozni ezt a magyar társadalmat, tehát mintha el lenne kicsit felejtve az, hogy itt kinek kell igazából kreditet adni arra vonatkozóan, hogy kinek volt valóban sikeres kulturpolitikai ajánlata az elmúlt 12 évben. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a Rogán Antal által felépített politikai kommunikációs rendszer az egy sikeres rendszer. Hát ezt nehezen lehetne tagadni valószínűleg, ezt így leíró jelleggel is nyugodtan ki lehet mondani. Ez a politika, Marci, erről szól. Ez világos. De kijelenthető, hogy ő a legfontosabb kulturpolitikusa az Orbáni rendszernek? Hát ebben az értelemben szerintem ez egy valid állítás. Nem gondoltam még így végig, tehát izgalmas és érdekes, hogy Tóni lenne ennek a kultúrának a legmeghatározóbb szereplője, de kicsit itt is túlmisztifikáljuk Rogán miniszter úrnak a szerepét, tehát hogy ő működteti meg összetapja. Tóni vagy Rogán miniszter úr? Elszólás, Rogán miniszter úr. De egyébként, amikor nem adásban vagyok, hanem találkozunk egy eredményváron, akkor Tóni. Jó a viszonyatok? Nekem mindenkivel jó a viszonyom. Tehát olyan, hogy rossz viszonyom, csak azokkal van, akik gyűlölnek engem, de az sem az én viszonyom, az ő viszonyom. Az átlag viszonyokhoz képest ez egy szívélyesebb adott esetben, szövetségesebb, ne érts félre, elvtársiasabb viszony? Aki ugyanazokért a célokért dolgozik ugyanabban a rendszerben, mint én, azzal indulásból szövetségi a viszonyom. Tehát függetlenül, hogy mit gondolok róla, fenntartom ezt a szövetségi viszonyt, hiszen ugyanazért a célért dolgozunk. Tehát mondom, én el tudok tekinteni az én személyes ízlésemtől. Naponta olyan emberekkel dolgozok, akik hát legszívesebben, egyrészt ők legszívesebben az én síromon táncolnának, másrészt nem biztos, hogy a való életben én egy járda szélen megférnék velük, tehát inkább átmennék a másik oldalra, de ettől még le kell ülnöm velük, meg kell egyeznünk, meg kell találjuk a közös kapaszkodókat, nevezőt, és együtt kell előre mennünk, hiszen ő valamilyen funkcióban, valamiért ott van. De hogy szövetséges-e, vagy katonája vagy Rogán Antalnak? Szövetséges a katonája, csak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak vagyok. És akkor utolsó utáni kérdés. Ugye a Magyar Kulturális Alapítványnak számos ingatlan fejlesztése volt, van. Gondolom, hogy ezek jelenleg is élő tervek, és ezek szerint akkor lesznek is. Azt lehet tudni, Lázár János lesz az, aki a budapesti beruházásokért fog majd felelni. Nem tudom, hogy a most előttünk álló két évben milyen típusú kormányzati mozgástér lesz az ilyen típusú kiemelt beruházások finanszírozására. Az a föltételezésem, hogy valószínűleg kevesebb forrás áll majd erre rendelkezésre. Volt már alkalmad esetleg beszélni vele, illetve milyen a munkaviszonyod, mit feltételezel, ő támogatni fogja például a különböző ingatlan beruházásaitoknak az elindítását, befejezését? Fogalmam sincs. Én egyetlen miniszterrel sem beszéltem, és nem is akartam beszélni addig, amíg el nem foglalják a területüket, tehát magyarán nem tudják, hogy mi van a kezükben, mit kell nekik csinálniuk. Nem is lenne értelmes, hiszen nem tud mit mondani azon kívül, hogy pár a felületes, megnyugtató választ ad, mert ő sem tudja még. Tehát most van a költségvetési törvénynek a tárgyalása, valamikor június 7-én lesz a parlamentben az utolsó vitanap erről, és utána fogadja el a Magyar Országgyűlés a 2023-as költségvetést. Ebből a költségvetésből fog kiderülni bárki számára az, hogy milyen mozgástere van, és miután ő elfoglalta a területét, meg látja, hogy mire hány méter, vagy merre hány méter, akkor van értelme nekem egyáltalán megkeresnem őt. Mivel én úgy gondolom, hogy ha a Hajógyári sziget például 2013 óta üresen áll, és ez idézőjelben senkit nem zavar, tehát hogy nem fájt annyira,
azzal talán tudunk várni egy-két évig, mielőtt a sok-sok csilliárdot beleöntenénk abba, hogy ezt felfejlesszük. Amúgy is a tulajdonba adás az még folyamatban van, tehát most sikerült végre a vagyonkezelővel aláírni azokat a papírokat, ami a törvény szerint egy év után megérkeznek hozzánk ezek az ingatlanok. Tehát mi is csak most kezdjük el felmérni, hogy mi az, ami érkezik. És a közbeszerzési eljárások okán ez úgyis egy több éves folyamat, míg eljutunk egyáltalán kivitelezésig. Tehát nekünk most van időnk, számomra most az a legfontosabb, hogy az az ingatlan vagyon, ingatlan portfólió, ami átkerült, és itt hadd nyugtassuk meg a nézőket, tehát elidegenítési tilalomban nem adhatom el, tehát nem holnap nem adhatom el a Hajógyári szigetet, vagy az Andrássy palotát, tehát a törvény szabályozza ezt a kérdést. Tehát, hogyha ez bekerül, akkor egyrészt mi is söpörjük be egy ingatlan kezelői portfólióba, vagy igazgatóságba, tehát lássuk azt, hogy a már hasznosítható ingatlanokat hogyan tudjuk hatékonyabban hasznosítani. Másrészt pedig amit ki lehet nyitni a polgárok előtt úgy, hogy személyi sérülés nem történhet, tehát itt a nagyon fontos a személyi biztonság kérdése, mert ezért én vállalom a felelősséget, hogyha valakinek a tégre a fejére esik, mondjuk a Hajógyári szigeten. Tehát amit ki lehet nyitni, azt nyissuk is ki. Itt most kifejezetten a szigetről beszélek, tehát hogy ott van egy nagy-nagy zöld terület, ahol lehetne piknikezni elsősorban az óbudai polgároknak, azt szeretnénk kinyitni, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha biztonságosan meg tudjuk tenni. És Lázár János egy olyan figura, aki, hogyha szembe jön az utcán, akkor elfértek egymás mellett, le kell húzódnod, vagy át kell menned a túloldalra? Lázár Jánosnak hatalmas munkabírása van, nagyon karakán, nagyon erős akaratú politikusként ismertük meg kancellárként, tehát hogy tudjuk azt, hogy ő nem egy könnyen igent mondó figura, ezért érdekes és izgalmas beszélgetésekre számítok, de az is kiderült Lázár János, hogy egy nagyon okos ember, tehát hogy észérvekkel, vagy racionális érvekkel meg lehet őt győzni. Demeter Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, köszönöm, hogy itt voltál ma. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a beszélgetésem a Partizán 60-ban Demeter Szilárddal. Ez volt az évad utolsó Partizán 60-a, most egy rövid nyári szünetre fogunk majd menni, de nem maradtok politikai interjút nélkül, például már, hogy rögtön a jövő héten hétfőn este 6 órakor érkezik majd a Botka Lászlóval készített exkluzív beszélgetésem, ez egy Partizán politika nagy interjú lesz majd, 2,5 órán keresztül fogadta a kérdésemet és válaszolta meg őket Botka László Szegeden, ez érkezik majd jövő hétfőn 6 órától. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az államozatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha esetleg menet közben kapcsolatotok volna be és nem álltátok az adás legelejét, akkor amint véget ért az élő közvetítés, lehetőségetek van visszanézni a teljes adást, illetve ha hallgatnátok, akkor a podcast platformokon is korlátozás nélkül vissza tudjátok hallgatni ezeket a tartalmainkat. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao.